No, hát, hello, sziasztok, jó estét mindenkinek, szép délutánt. No, hát ugye ez a Grand Chief Auto 5 sorozatunknak a következő epizódja, a harmadik. És a story módot fogjuk folytatni. Ugye múltkor olyan 9% körül hagytuk abba, ha jól emlékszem, úgyhogy innen fogjuk folytatni. Szia, Hudda! Mi a helyzet? Na most várunk egy kicsit, amíg tölt a játék. Ahogy nézem, a Farming Simulator meg a GTA is jó lesz így, hogy egy helyen van a kamera. Majd csak a Minecraftnál fogom kirakni szélre. Na, hát egy kicsit sokat tölt, de GTA az ilyen sajnos. Jó lenne ma olyan 20%-ig elvinni, vagy hát attól függ, hogy mennyit fogok megint bénázni, ugye? No tehát. Ha jól emlékszem, akkor Lesternek a első kis melóját megcsináltuk. És ha minden igaz, akkor adott valami olyan melót, hogy valami kocsit kell ellopni talán, vagy nem is tudom, mintha valamit. Emlékeznék rá. Na, előadás az fasza. Hát sok szerencsét hozzá. Vértes egységről. Hát én most így sokat nem tudnék róla elárulni, úgyhogy... Na, azt mondja, hogy valami autót kell elbugáznunk. Ja, de nem veszi fel a telefont, úgyhogy nagyon jó. Na hát szerintem oda kell mennünk, úgyhogy meg is indulok arra fele. Hát az ötöst, ezt nem tudom, ez tanártól függ egyébként, hogy ki mire ad ötöst. Nekem volt olyan tanárom, aki azt mondta, hogy aki megírta a könyvet, meg kitalálta az egészet, az tudja ötösre, tanár az négyesre, úgyhogy a tanuló az maximum hármasra tudhatja. De hát szerencsére kevés volt az ilyen tanár. Egyébként én iskolában nagyon nem szerettem így tanulni, úgyhogy inkább így magamtól megtanulok mindent, meg mit tudom én, de amikor ilyen hülyeségeket kell tanulni, azt én az igen. Szia, Barnabás! Na szóval azt én nem igazán csipázom, amikor olyan nem túl hasznos dolgokat kell tanulni, mire nem igazán van szükséged az életben. Meg hát szerintem főleg nálunk, de egyébként is már nagyon elavult ez az egész oktatási rendszer. Hát ha belegondolsz, most megtanulsz, jó persze, mit tudom én, alapvető dolgokat tudni kell, de gyakorlatilag bármit fölmegyek a Google-ra és megtalálok pár perc alatt, tehát tök felesleges infokkal az agyadat terhelni semmi értelme nincsen. Csak hát ugye persze ez idő lenne, meg energia, hogy valaki kigyomlálja, hogy mi az, amit elég megtalálni az interneten, és nem kell fejből tudnod, és mi az, amire meg ugye szükséged lenne. Úgyhogy sajnos ilyen dolog. Viszont remélem, hogy jó melót találtam, mert elvileg ezt kell
Most azt nekem mutogatja ott, vagy? Hát mindegy, most már ehhez megyünk. Hát van egyébként több vonzata is a dolognak, ugye, mert ha iskolába jársz, azért sokkal több a szabadidőd. Azért a meló az fix, ugye. Viszont iskolásként nincsen pénzed, ugye nem tudsz azt venni, mint akarsz, tehát az meg rossz benne. Szóval hát... Legjobb, ha nyersz a lotton, és akkor azt csinálsz, amit akarsz, mert van rá pénzed, úgyhogy... Na, innen kell elbugázni a kocsit. Csak az a kérdés, hogy most ezeket hogy üssem úgy ki, hogy... el tudjam vinni. Booking office is in the city. I'm afraid I can't help you here. Aha, szóval nem akar segíteni. Hát akkor szerintem a... I don't know if you smell those... The warehouse is off... This guy's getting an event! Hoppá, lőnek ránk a izé, biztonsági őr, azt a mindenit. Ha mindegy, két csillagunk van, csak el tudunk menekülni. Még nem tudom, hogy hogy gondolsz, hogy üssem ki a izékat, a biztonsági őröket. De megvan a kocsi, úgyhogy az a lényeg. Most már csak a zsalukat... Aha. Csak mindkét oldalról jönnek, baszki. Na mindegy, ha menjünk erre, aztán majd meglátjuk. Aha, itt van egy a seggünkbe. És nekünk is jön, nagyon jó. Jó, szembe, és lehet, hogy nem így kellett volna ellopni. Na, megjött Mr. Nightbot chatre. Na, itt viszont megpróbáljuk valahogy lerázni őket. Na, hát ennek örülök, Huda. Szóval annak nem, hogy mindjárt elkapnak. Jézusom, mi van itt, aminek neki mentem? Hát remélem valahogy ki tudok innen keveredni, mert... De mi van ott? Fákon nem lehet átmenni, vagy bokrokon? Hát ez itt nem tudom micsoda, de menjünk ide be valami vonatos hely. Hát szerintem itt le tudom őket, ide nem jönnek be a rendőrök. Na, várunk egy picit. És akkor ezt a jó kis állapotban lévő kocsit elviszik valahova. Szerintem csak le kell adni, aztán jó lesz a melóhoz. Picit előrébb megyünk. Ja, itt a sineken nem igazán járnak a rendőrök, úgyhogy... Igen, egy ilyen láthatatlan téglafalnak mentem. Aha, még hogy a sineken nem járnak a rendőrök. Ja, Istenem, nehogy valami könnyű. És szembe jön a sinen a rendőr. Nehogy valami könnyen menjen. Tényleg, ne. Jó, nagyon jó. Hát ez most nem az én játékom. Valahogy a Minecraft meg a Farming Simulator könnyebben megy. Na, most ne jöjjön sehol rendőr, és akkor jók leszünk. Megállunk itt a híd alatt. De ott szembe már jön egy... Most kéne itt lepucolni valahogy. Na, talán itt alul nem vesznek észre, ha csak nem. De nem ott jön a rendőr, jó van.
Na, az se jó van. Végül csak nehezen sikerült megcsinálni. Bár nem volt egyszerű. Nem is tudom, hogy le kellett volna lőni az összes izét. Melóstot, vagy a biztonsági őrt, vagy simán csak megverni őket, nem tudom. Mindegy, megvan a kocsi, az a lényeg. Holnap egyébként folytatjuk a Minecraft sorozatot. Ugye szépen majd az armorunkat föl fogjuk upgrade-elni, aztán neki megyünk majd lassacskán a Chaos Dragonnak. Utána meg ugye folytatjuk a farming szimulátort. Aztán szép lassan eljutunk majd a vasárnaphoz, akkor meg pöröghet majd a nyereményjáték, kisorsoljuk a Rustot. Hány lába van a bölömbikának? Nem tudom. Hány lába van? Na, ez meg van jó. Ezt nem is tudtam. De fasza. Hey Lester, we got a pest control van. Good. Now we just need the knockout gas. I'm on it. Na, rajta van a... Vagy megvan a Verda. Úgyhogy most már csak a gáz kell. Az meg... Gondolom az lesz, úgyhogy most oda megyünk. Na, óvatosan elcsapnak. Jó van, így is elcsaptak. Viszont nekem ez a Mustang, ez kell. De érdekes ugye, hogy hát nem eredeti nevük van az autóknak, mert akkor egy rakáspénzt kéne fizetni a nagy cégeknek, de hát azért fel lehet őket ismerni, hogy hogy néznek ki, úgyhogy... Viszont ez viszonylag jó autó. Ó, oh, egyel erő, ó. Oh. Arra fordultam le. Szóval megint be kell menni valami kis boltba, venni valami üdítőt, vagy valamit, mert a HP-nk eléggé lent van, majd fel akarom tölteni. Na, mindjárt ott is vagyunk. Ez lehet, hogy valami? Aha, szóval menet közben lesz valami autó. Amit meg kell buherálni, vagy nem tudom. Na most mi van? Elment a kocsi. A túloldalon ment. Hát most megpróbálok ebben a sávban menni, de előbb a másik sávot mutatta, úgyhogy nem tudom, hogy... Az jó nyomja a haver srác. És melyik az a kocsi, vagy mi van itt? Ez az. Az igen. Nehogy elpucoljon nekem. Na, a rendőrök már megint itt vannak.
Na gyorsan. Állőnek! Hát lehet, hogy ezt kellett volna kirángatni, és ahogy nézem, ezzel nem is nagyon fogom lerázni a rendőröket, mert ez egy kurva lassú autó. Úgyhogy... kéne megint találni valami olyan helyet, ami... nincs nagyon szem előtt. Például egy ilyen hely. Na. Hát nem tudom, hétfő egyébként ez ilyen nagyon kieső nap szokott lenni, tehát hétfőn nem nagyon jön senki, gondolom, vagy nem ér még rá, vagy... Hát ezek itt... Jó, nem láttak rá a seggemre. Hát a hétfő sajnos az ilyen... kevés emberes nap, de hát ez van. Ez is csak egy nap, úgyhogy... Na, Mr. Rendőrök visszamásznak a kocsijukba. Na, adjuk le ezt is. Majd jönnek. Meg általában kezdésen nagyon sokan még nincsenek itt, ugye? Később jönnek. Úgyhogy... milyen jó dudája van a teherautónak. Na, akkor ugye megvan a kis buszunk, meg megvan ez a gázos cucc, vagy nem tudom mi. Úgyhogy nem tudom, mi kell még a melóhoz, de lehet, hogy lassan meg tudjuk csinálni majd. Na, ezt meg ide kell leraknunk. Na, megint felhívjuk Lestert. Lesz GTA Online, igen. Szerintem szombaton este. Lehet, hogy a szombat este az mindig ilyen GTA-s online lesz. Aztán majd meglátjuk, hogy hányan leszünk rá. Pay attention to the information he gives you and we'll all make a buck. If things go bad, you know the drill. This wasn't organized, we don't know each other. We got caught up in a robbery and acted in self-defense. But it's not going to be an issue because everything's going to go just fine. The alarm system is easy. Now, if I didn't need to be running things, I could have it offline myself. No problem, but you should be able to get us a pretty decent window. How decent depends on the job you do. Now, once it's down, you signal Michael, he makes the call. Things look good. We should be able to drop a present right through the air vent on the roof. Everybody goes to sleep, no problem. We take our time. If we run into trouble, we move quickly and with force. Any questions? No? Let's go. Na, hát akkor menjünk. Menjünk rabolni egy kicsit. Paige, you're in the truck with the bikes. Gus, Eddie. You're in the van, all right? See you on Little Portolo, people. Initials only from here on out. F, come on, get in. Ismerem, de nem. All right, you got it down? I got it. Gyorsan kiveszik ezt a lilás cuccot. Ismerem, de nem szoktam vele játszani, úgyhogy... Én még nagyon régen a Traviannal játszottam, az is ilyen, vagy hát az ilyen böngészős játék volt. De hát aztán ott is ilyen pay to win volt végül is, mert költhettél rá, meg mit tudom én azt, aki ugye nem költött, meg nem volt annyi ideje játszani, az lemaradt. De így szórakozni jó volt vele. I got enough shit to worry about. What you got to worry about? I don't know. Ez majdnem nekünk jött. Years, you know? So I'm giving half the take to guys who are supposed to be the best in the business. All right. Then it's all taken care of. You on top of shit? Yeah, do I need to give 12%? Valamilyen clash-t egyszer főraktam, nem is tudom, a
tabletre, aztán valamit nyomogattam ott vele, de aztán végül is nem, nem lett belőle semmi. Na remélem ez a meló jól fog sikerülni. Mondjuk nem vagyunk se full HP-n, meg lehet, hogy nincs is armorunk. This is it up there. There's a way through the site, up to the roof. Man, we went over this. I'm cool. Na, szépen megjöttünk. Ventilation system, give us the word. For sure, man. I got it. Ja, a honfoglalót azt én is szoktam játszani. Azt szeretem. Csak néha ott is vannak olyan kérdések, hogy tehát mondjuk mit tudom én, filmekben úgy nagyjából otthon vagyok, meg kajában, meg nem tudom, de amikor megkérdezi, hogy a, mit tudom én, milyen sportoló, mikor született, vagy mikor szerzett hány érmet, azt mondjuk már nem tudom, vagy nem tudom milyen irodalmi, nem tudom kicsoda milyen könyvet írt, és hogy mikor, tehát, meg mikor halt meg. Tehát azért ott is vannak olyanok, amiket fingom nincs róla, úgyhogy... Ja, vannak elég idétlen kérdések, és amik tényleg annyira idétlenek, azt néha izélni is szoktam jelenteni, hogy ilyen hülye kérdés, hogy tud valaki kitalálni. De egyébként összességében jó kis játék. Mondjuk én nem vagyok túl nagy, nem is tudom, talán tizenvalahány, ezt csak azért nem olyan sokat szoktam játszani vele. Na itt a gáz. Hát az nem oda ment. Na jó, nem tudok bele találni. Hát az jó, mind az ötöt mellé dobtam. Szia Nedi, jó estét! Megmertem volna esküdni, hogy mind az öt belement a helyére, de úgy látszik mind az öt rossz helyre ment. Mindjárt is megpróbálom egy kicsit lassabban, vagy hát közelebb dobni, ilyen laposabb szögben. És jó lenne egyből beletalálni, nem kéne húzni az időt. Feleslegesen dobálni. Na, túl is mentem. Na nézzük. Na végre jól van. Másodjára belement. Na, mindjárt elalszanak, azt akkor lehet rabolni, mindenfélét. I told them to fix that goddamn AC.
Mi folyik itt, és elalszik. Na. Hát jó sok cucc van itt. Jó van, persze. Örülök neki, legalább többen leszünk majd. Tudunk rendes nagy versenyeket csinálni. Na már 2 milliót szereztünk, 2,5-et. Na már 3 millió, nagyon jó. Na mindjárt 5. Á, nincs több. Hát akkor ennyi. Hoppá. Amikor én azért leütöttem volna, én ezt jól riasztani. Na, kis motorozás. Igen, amikor motorra könnyebb menekülni. Feltéve összetöröm magam. Na jó, most nem beszélek közben, mert a kontrollomban ez a szar aztán egy kerekezik. És össze-vissza töröm magam, úgyhogy... Na. Sorry, csak nem tudtam közben beszélni, mert koncentrálnom kellett.
Ja, hát nem igazán akarunk csalni, meg semmi ilyesmi, úgyhogy... szia, Mark Mecseki! Azt mondod, Rust? Hát igen, lesz vasárnap majd Rust sorsolás, lehet nyerni. De hát az még egy kicsit odébb van. Na! Most, hogy megvan a meló... Fejezzük be. Igen, egy szép kis alagútrendszerre jöttünk át, úgyhogy... De legalább faszán lehagytuk a rendőröket. Na, be is fejeztük, megvan a lóvé elvileg. Shit was crazy, dog. So what now? We get out of here. Keep our heads down. Hey, you did good, kid. What'd I tell you, Lester, huh? Mm-hmm. All right, look, everybody take off. Hey, Franklin. Listen, Lester and I got some things we gotta clean up. I want you to stop by the house a little later on. We'll celebrate, all right? All right. Okay. Huh? Mm-hmm. Oh, man. We're back in action. Ja, van ilyen. Aha, hát azt nem. Azt nem tudtam. Na! Ez is elkészült, nagyon jó. I'ma change, I promise. You won't even recognize me. Na, most az izével vagyunk, srácca. Jó van. Szia, hallómester, jó estét. Na, azt mondja, hogy menjünk el. Ja nem, nem ide akarunk. Elmegyünk Michaelhez a lóvénkért. Úgyis elég csórók vagyunk. Na, egyébként ha szeretnétek nyerni egy rásztot, akkor a kis rövid videónkat megnézitek, és ami ott le van vezetve, azt ha megcsináljátok, ugye feliratkoztok a csatornára, meg ilyesmi, akkor vasárnap részt vehettek a sorsoláson. És kisorsolunk egy Rust Steam kulcsot. Na, menjünk el Michaelhez a lóvénkért, vegyük fel a hasznot. Na, most Lamarra nem foglalkozunk. Megkapjuk a pénzt, akkor szerintem elmegyünk bevásárolni, veszünk páncélt, meg feltöltjük az életünket, veszünk valami jó kis fegyvert is, mert egyelőre nem nagyon vagyunk ellen ezt a fegyverekkel, sajnos. Viszont azért egy egész nagy helyzetet megcsináltunk most, ugye meg előtte a kis két részét is. Úgyhogy szerintem egy pár százalékot megint kapunk a végigjátszáshoz. Mondjuk nem tudom, hogy a százalékot hogy méri, gondolom úgy van, hogy a 100% akkor van meg, ha minden kis mellékküldetést, meg egyéb dolgokat is megcsinálunk, úgyhogy a 100% valószínűleg nem lesz meg, mert nem fogjuk a összes kis melót megcsinálni, csak a főszálon akarok végigmenni nagyjából. De hát aztán majd meglátjuk. Multi valahogy jobban bejön a versenyek. Na nézzük, Michael, nem mi a helyzet. Kicsit megnyomtuk a kocsi elejét. Viszont azért nincsen szarkocsink, szóval ezt így erre elfogadnám. Nem is tudom, milyen sportkocsi lehet.
Na, hol vagy, Michael? Oh, hey, there you are. What's cracking? So, we all good? Hell yeah, we all good. We did. Yeah, you fucking ain't right, we did. So, here's the shot. Lester's offloading the gems. He knows a guy. Get us 50 cents on the dollar. Hell, we might actually have a little spending money left after we pay off that psychotic Mexican motherfucker. Whew, cheers. So that's that, right? I hope so. Hát szerintem nem fog ilyen gyorsan menni. What is wrong with you? Davey, long time no see. And what about Trevor? If that fruitcake realizes, no, finds out you're alive, you are D-O-N-E fucked. Yeah. Trevor. Trevor's dead. Nem lesz ilyen egyszerű a dolgunk, ahogy nézem. Whatever the hell it is you're talking about. Really? Hey. Albert Story had a lucky escape when the thieves ran straight into him. Yeah, I was just doing my job, and I say to this guy, hey, you gotta move these bikes. I don't know anything about that. This other guy runs out of the shop. Itt a haverunk a... Fú, mi is a sorozat neve? Walking Deadből, ugye? Ez a csávú benne van. Trevor, baby, you wanna smoke up now? Don't do it, Johnny. Don't do it. Trevor, you been with my girl again? I'm speaking with you, asshole. Don't do it, Johnny. I told him, Trevor. I told him. We all get high. We all get high. But that don't leave make it, it right. Johnny, leave it. The crystal has got us, babe, but don't make it right. Don't make nothing right. Not what you done with me. I'm telling Johnny, leave it. I ain't leaving nothing. Trevor, I'm talking to you, motherfucker. Are you? Sevasken. Well, I gotta fuck someone. You want me to fuck you instead? Is that the problem here? Take off your pants, cowboy. All right, let's fuck. You think this is funny? Get them off! I told him to leave it, Trevor. I told him. Leave it. Leave it. Shut up, Ron. I'm about to fuck me a meth head, ain't I, cowboy? Kicsit őrülsz a csávó. I still love her. Cowboy, hey, I know, hey, come on. I don't mean nothing by it, man. I know. I know, cowboy. It's okay, man. Give me a hug, yeah. Fucking shit! Are you speaking to? Who? I'm talking to you, huh? Ennyi. Kicsit elintézte a csávót. Don't get in my fucking face! I just saw a fucking ghost and I gotta hear your crap! Get up! Get up! Fuck you then! Ennyi. Hát az már nem fog fölkelni szerintem. Na, most akkor vele leszünk, nagyon jó. Na, amúgy lassan, több mint fél órája streamelünk. Na, most hova kell mennünk, ki mutatja jól. Hát a modi keresés még ráér bőven, úgyhogy nem egy égető probléma. De egyébként tényleg nem igazán van szükség moderátorra, mert minek? Tehát van elég, van kettő. Úgyhogy bőven elég még sok is. Na nézzük itt mi van.
Van egy oszlop, nagyon ügyes vagyok. Johnny's looking for. Well, you know, as a matter of fact, I just did, just 10 minutes ago. Yeah, I saw her on the end of this penis here. It's gonna be cool if you messing with her again. Oh, really? Well, you don't think so, huh? Well, why don't we just ask him then, huh? Hey, hey, cowboy, you mind that I fucked your old lady? Sorry, what was that? Well, no, you don't mind? Oh, because you're a dead man? And the only sentient part of you left is this little bit of brain and the gristle on the end of my boot? Well, thank you very much, cowboy. Oh, shit. Oh, I like denial. That is first part of the grieving process, brothers. Now let's all hold hands, huh? Well, looks like you got something you want to say, huh? You got something you need to say? This better be bullshit. Oh, where are you guys going, huh? Let's go, ladies. Na, megint egy kis akció. If that van takes us back to the camp, this area ain't gonna have a biker problem much longer. Jó, hogy ilyen nagy terepjárunk van. Na, kettőt kilőttünk. Kerekét akarom kilőni, de nem igazán sikerül. Lövök mindenhova, de pont oda, ahova kéne, oda nem. Még már szépen kiugattam azt a teherautót, de... Ajaj. Végén csak fel fogunk borulni. Kéne, hogy komolyabb fegyver. Csak pisztolyunk van. Pedig a rácsó kerekét már kilőttem, ahogy nézem, úgyhogy nem igazán tudom, hogy hogy tud ilyen jól vezetni. De ugye fölborítjuk. Ha persze utolérjük. Na, most utolérjük, nem? Te időtben még a drogdílereknek is volt becsülete? Hát... Manapság már a becsület az... nem játszik. Viszont elfogyott a töltényem és nem tudok lőni, ez meg gumi nélkül olyan jól megy, hallod a felnén, hogy... Na, egy mínusz. Keresünk valami fedezéket. Na. Még egy kilőve. Ó, oh, mi történt? Na, a kocsinkat szétlőtték, nagyon jó. Na jó, kezdjük újra.
Na most hol a kocsik? Nagy szétlőjék nekem megint. Itt nagyon sokan vannak. Mario unalja. Az annyira azért nem ütős. Na, már nincsenek sokan. Csávó fölbújt a tetőre. Na, be kell szállni a kocsinkba, vagy mi van? Na hát akkor ezeket jó kinyírtuk, jó van. Na hát akkor kövessük az utat, aztán menjünk ahova kell. Ezek a lövöldözős részek annyira nem mennek túl jól, úgyhogy még itt, amikor el kell kocsival vezetgetni, az még úgy nagyjából elmegy, de ez a lövöldözés, ez nem a legjobban sikerül sajnos. Na, hova jöttünk? Ennyi. Elintézzük a lakókocsiját. Trevor Phillips Enterprise, ennyi.
Oh. That feels better. You sure mean business, dude. Na hát akkor ez a probléma is megoldva. Most már milyen a biznisz. Ez a kocsi kurva jó egyébként. Elmegy árkon, bokron. Pedig semmi extra. Kis terepjáró. Nem is tud semmi komolyat végül is. Ja, mondjuk azért ugye olyan hosszúságúak itt az utak, hogy a beszélgetések azért lemenjenek alatta, úgyhogy addig mindenképp utaznunk kell. Én Pest mellett lakok, Dunakeszin. Na most megint hova megyünk szétlőni pár segget, nem tudom. Jó van, nagyon jó. Nézek, de nem látok. Na, Tatabányai? Van pár ismerősem Tatabányán, voltam is már ott párszor. És tudom, egy olyan jó 80 kilométerre van innen kb. Na, ez is megvan, nagyon jó. Most azt nem tudom, hogy ennek a pöcsnek van itt ágya, ahol tudunk menteni. Continue. Jönöm. Speak. You know I don't like using these things. They're listening. Then make it quick. That business thing's been set up. The Chinese guy, Mr. Chang, is at the inn. You said that on the phone? What the fuck is wrong with you, damn it, Ron? Now I'm gonna have to discipline you, and you know how I feel about that. Ennyi. Na, hol a kocsink? Hát ez azért eléggé lepukkant kis terület, úgyhogy ez nem a város legszebb része. Na viszont a térképen... Szerintem nekünk oda kell mennünk. Mintha ott lenne az inn. Ott vár minket a kínai csávó. Hát én még egyszer se vittem végig, úgyhogy nem is tudom, meddig jutottam. Nem sokáig szerintem. Piszvasszer. Na. Menjünk üzletelni. Ain't the internet a beautiful thing, honey? Anyway, I saved your husband. Now get me a drink. I got a meeting. Okay,
But any more bodies turn up in my bar, I swear, I will not serve you. Mr. Phillips. Here he is. Yes, Mr. Chang, pleasure to meet you. De hát ugye most ez meg lesz. Úgyhogy gyakorlatilag gyorsan végigvisszük, aztán ez is ki van pörgetve. Ja, Trevor nem szarozik. A Walking Deadben is ilyen, úgyhogy. Kicsit be van szívva, csáó. His father killed me. Why do I give a fuck? You don't. But we hear that Trevor Phillips Corporation is serious business. We pay good price. Things work out, we partner, make big money. I'm rushing. Well, let me show you the operation. This is us. Elmegyünk a Matt laborhoz. Ennyi. Felhívjuk a főzős csávót. Heisenberget. Ja, ez nem az a sorozat. Az is egy jó kis sorozat. Breaking Bad. Főzik a metet ezerrel. Guests, all right? We got Mr. Chang and his humble servant. Hey, Lao Shung! Nice to meet you. Trevor, we ain't got long till they get here. Everything in its time, all right. Gentlemen, please, come check out the storage facilities. Go on now. Nice, right? Ample room inside. Mr. Chang, please, sir, if you will. Let me out! Bemásznak a jeges dobozba. Na, valami jó kis fegyver legalább. Na, ezeket nagyjából legalább normálisan előttük. Rendben, szia! Huda, köszi, hogy itt voltál. Jó sokan vannak, kapják be. Még úgy van ennyi töltényünk.
Egy kocsival kevesebb. Na. Ha most felelőttünk, vagy nem is tudom hány embert, vagy 30-at. Szia, Taylor, üdv a csatornán. Na, ezeket elüldöztük innen. Na. Na. Jó kis lövöldözés volt azért. És sikerült elsőre, ez is valami. Na, ez is kész. Zsír. Beszállunk a jó kis verdánkba. Az a helyzet, hogy szerintem lassan kéne menteni egyet. És nem tudom, hogy itt ennél a Trevor gyereknél hol lehet menteni. De szerintem... Most kicsit itt hagyjuk. Jaha, szóval nem tudunk rájuk váltani, hát akkor maradunk Trevornál, és megyünk a... Megyünk hazafele. Viszont előtte még beugrom, nem tudom mennyi lóvé van. Van 108 ezünk, szerintem beugrok a... fegyverboltba, aztán veszek neki egy kis armort, meg valami jó fegyvert. Mert ilyen sokat lövöldözünk, akkor azért legyen nálunk egy-két cucc. Meg ne lőjenek szitává minket. Nem volt semmi rendbontás, úgymond, úgyhogy nem volt semmi probléma. Nem tudom, itt van-e... Itt van, igen. Van italautomata. Nem tudunk venni. Inventory. Nincs nálunk semmi. Kéne venni valami... piát, mert föl kéne a HP-nkat tölteni. Nem, de vegyünk fegyvert. Nézzük, mi a tud király. Na, van itt mindenféle, de... Vegyünk hozzá egy csomó töltényt. Ez elég jó fegyver szerintem, úgyhogy elég lesz lövöldözni. Nem kell nagyon. Rakjunk rá egy szkópot, rakjunk. Szupresszor nem kell rá szerintem. Ez mi? Ejtőernyő? Hát arra most nincs szükségünk.
Veszünk egy mikro-SMG-t is, mert a... Hogy hívják, az jó lesz autós üldözéseknél lövöldözni. Szia, Petyü! Szia, Pityu! Jó estét! Hát úgy lehet bejelölni, hogy a chaten rányomsz a nevére, és ugye van ilyen kis három pötty, vagy mennyi, és akkor ott a beállításoknál tudsz moderátort adni a emberkének, ugye, akinek szeretnél a chaten. Hát a Nightbot az meg ugye egy más kérdés. Na, viszont kéne valami. Hát ruhát azt nem akarunk, izét akarunk venni. Kaját, piát. Azt nem tudom, hogy... Otthon vajon a házunkban lesz valami? Kaj vagy pia, nem hiszem. Elég csövesek vagyunk szerintem, még sör sincs nálunk. Viszont fejből meg nem vágom, hogy hol volt a italbolt, mert... Kb. Most járok először ezen a részen, úgyhogy itt valamit jelez, tetováló. Ja, hát ez tetoválós cucc, ez nem kell. Ügyes vagyok. Ez meg valami. Szabó. Ennél lehet, hogy van kaja vagy pia. Nem tudom, majd most akarok menteni, csak haza kell mennem Trevorhoz, remélem, hogy ott lehet menteni. Nem, itt se lehet venni kaját, piát. Ennyi, akkor menjünk haza, megpróbálunk menteni, és akkor meglátjuk, hogy... igen, nem tetováló, hanem a fodrász, vagy hát ilyen... Ugye van a kifejezetten a... Hogy is hívják ezt? Tehát ugye meg szoktak borotválni, meg hajat nyírni, hát... Nem is tudom magyarban, hogy hívják ezt. Valami, izé... Barbershop, azt hiszem, ugye? Hát ott jobb oldalt kell a nevére. Neve mellett van az a három kis pötty. Na, összetörték a csodálatos kis cuccaimat. This statue here of impotent rage, this fucking meant more to me than Johnny K meant to anyone, and they smashed it. Those pathetic midlife crisis, hog riding, shaven headed, fruity leather chapped wearing fucking assholes. Szombaton lesz majd. Szombaton fogunk GTA online-ozni. Úgyhogy akkorra időzítsétek a GTA 5-öt. Szombat este 6-kor fogunk majd megint együtt versenyezni, meg ilyesmiket csinálni. Ja, a telefonon azt nem tudom. Nekem számítógépen van, úgyhogy telefonon nem tudom, hogy hogy van, vagy hogy hogy lehet. Valami kaja kéne. Nincsen HP, így agyon fognak lőni. És azt akarom megnézni, hogy itt... Semmi. Itt egy rohadt bolt nincs, ahol kaját lehetne venni. Ha jó, mindegy, akkor... Akkor menjünk a Ammunition-be.
azért itt közben. Medical Center. Hát, ha itt fel tudnak gyógyítani, vagy valami. Hát ezek nem igazán segítőkészek. Aha, szóval itt rendőrség is van, meg ilyesmi. Az ATM, ez nem az. Igen, a telefonon lehet, hogy egyébként máshogy van, ugye, és nem... nem igazán lehet... Most nem tudom, hogy beállítani, vagy hogy ott mit lehet nyomkodni, de számítógépen ugye ott van ez a három kis pötty, és akkor ott lehet modit adni valakinek. Na, viszont a HP-nk fullon van, úgyhogy most nem tudom, hogy oda mentünk, és akkor amiatt, vagy valami, de feltöltött fúra, úgyhogy zsír. Jó van, neki mentünk, nagyon jó. Na, menjünk ammunitionbe. Hoppá, free. Hát akkor. Vegyünk hozzá egy csomó töltényt. Jó, megvan, és akkor a ATV-hez kell menni. Ismerős egyébként Taylor a T betűd a ikonnál, szerintem én is ezt a ikont használom, a... csak én nekem a károm van belőle szerintem, vagyis hát a K betű, ugye? Vagy nem is le egész felirat. Még nem itt, hanem Facebookon. Már ugye a rendes... profilomnál. Jaja, én is netről szedtem. Csak mondjuk nekem a... nekem a tetkóm is ebből van, ebből a betűkészletből, úgyhogy... ezt a fajtát használtam. Na, mit kell itt csinálni? We gotta wait till you can slip in there unnoticed. Should give you the time to plan a route to the gas tank you're rigging up to blow. Really? Go on up, boss. This is high enough for me. Na, és most mi van? Ja, oda a tetejére. Jó. Azt hittem, hogy csak oda kell, ahol voltunk. Na hát ez napközbeni küldetés lesz. Vagy mégse. Na, a csávónak kell segíteni. Can you see me, Trevor? Over
Ja, látlak, mindjárt le is lőlek. One of these assholes is having a seizure or something. That's me! That's me! Don't shoot! Well, get a move on! I'm moving! Just keep me covered, okay? Hát egyelőre ellenfelet nem látok, úgyhogy nem tudom, hogy kit kell majd lelőni. De remélem azért rendesen láthatóak lesznek. Na, ott egy. Na, egy. Egy mínusz. Na, hol a csávó? Ennyi. Na, kilőttem a fényeket, nagyon jó. Na, az is megvan. Na, az is le van szedve. Hát a Nightbot az csak csinálja a dolgát, na viszont amit ott akar, én azt nem látom. Jó van, megvan. Hány őr van itt meg mindenféle csávó, akit le kell szedni? Jön egy kocsi alapon. Most motorok is jönnek. Na, helikopter is. Ki kéne lőni a pilótát. Úgy, azaz. Na, szia Hudda. Örülök, hogy vissza tudtál jönni. Na, ez a kis sniperkedés, ez tetszett nekem. Nem volt rossz. Na, viszont most már lövöldözni kell. Jézusom, milyen sokan vannak. Na, lőjünk szét mindenkit. To the best.
Na már nincsenek sokan elvileg. Jézusom, még repülő is van. Az igen. Hát azért jó sokan vannak még itt, akiket le kell lőni. Na, vannak még? Na, még egy repülőgép. Aha, és ez ahogy kell repülni? Mi történt? Ó, utána kellett volna mennem. Na jó, hát ez így most hirtelen nem jött be ez a... Vagy nem tudtam ezt a repülést, most már vágom. Na, jól van. Ó, most már nagyon jó pilóták leszünk, ezt meg leráztuk innen, jó. Na, most már megy a repülés, fasza, jó van. Na, híd alatt. Legyünk ügyesek. Ennyi, híd alatt, simán. Még be is számolta jól. Ajajajajajaj. Na jó, azért annyira nem kéne. Itt akrobatikázzunk, mert aztán a végén még fölrobbantjuk saját magunkat. Hát azért most már van motor, van kocsi, most már van repülő is, úgyhogy lassan már volt már izés, jetski. Most már csak helikopter kell majd, meg még nem tudom, mit nem vezettünk. Na hát ha nincs sok leckéd, az jó akkor. Több a szabad idő. Ah! Azért túl mélyre nem menjünk. Na, kidobtuk az árut. Merre van? Ja, oda kell leszállni azért. Reptérre. Hát hál' Istennek már engem se érdekel ilyen szempontból, mert ugye dolgozom, úgyhogy nincsen leckém. Nem is hiányzik. Na hova megyünk túl a hegyen?
Azt hiszem a G-vel kellett kiengedni majd a futóművet, ha jól emlékszem. Hát egyébként egy ilyen gépet, ha ellopunk és eladjuk, már az is egy csomó pénz, úgyhogy... Azért ez sem ilyen szar, lóvé. Biztos, hogy megér pár forintot egy ilyen repülőgép. Hát igen, egyébként sajnos ez a hétfő, ez ilyen nem túl sok nézőt vonz, gondolom, mindenki a hétvégét heveri most ki, aztán nem annyira nézegetik a csatornákat, vagy nem tudom. De így a ugye nagy karrierem lassan egy hónapja tart, és nem igazán volt egyik hétfőn se túl sok néző. Állj meg! No! Na, milyen szépen leszálltunk, azért ez nem semmi. Igaz, hogy nagyon picit túlmentünk a leszálló pályán, de szerintem első leszállásnak ez tökéletes, úgyhogy ennél jobb nem is lehetne. Na, egyébként másfél óráig megy a stream, úgyhogy körülbelül még egy olyan 20-25 perc van hátra. If there is one thing that they need south of that big fence, it is guns. Trevor Phillips Industries, technical expertise, managerial innovations, unstoppable. Nagy Industries, vagyunk benne ketten vagy hárman. Na, nekem egy mentés kellene. Valami ágy vagy. Igen, kocsi jó, az nem. Ez sem az. Na, lehet orvosi marihuánát kapni. Nagyon jó. Na, 62 000. Mission pass. Jó. Csak nekem most kellene kurvára egy olyan rész, ahol el lehet menteni a játékot. Szia, Hudda! Safe house, hát... Az a baj, safe house, de hogy tudok ott menteni? Ja, ezt még meg kéne venni. Ah, nem, ezt most nem. Na, milyen kis bugi. Ezzel hazamegyünk most, aztán megpróbálunk menteni, mert most már szerintem elég régóta nem mentettünk, és jó pár küldetést megcsináltunk, úgyhogy elképzelhető, hogy közelebb járunk a 20%-hoz, mint a 10-hez. Legalábbis remélem. Milyen jó kis Verda, viszont itt lehetne venni kaját? Esetleg?
ház csak ilyen izé. Kis filler cucc, semmit nem árul a faszi. Egyébként lehet, hogy a küldetések végén is ment, csak ugye nem írja ki, hogy brief, mission, nem stats. Na itt van, 13%. 16 küldetést csináltuk meg a 69-ből, ugye az akkor a, az a sárga főszál, 1/20 a Strangers and Freaks, aha. Jó, hát akkor végig is ott van a dolog, és szerintem ment is nekünk, úgyhogy azzal sincsen gond. De azért elnézünk haza. Na, van garázsunk, talán itt lehet menteni. Hát nem. Itt ugye ruhát lehet. Na itt van az ágy, jó van, shave game, nagyon jó. Most már biztos, hogy akkor legalább innen tudjuk folytatni, ha valami nem jön össze. Ugye 9,3 volt, és... gyorsan lecsekkoljuk. Ja, 13,3. Hát akkor a 20-tól még messze vagyunk, de rajta vagyunk a témán, úgyhogy folytassuk a küldetéseket. Viszont a nagyon fasz a szép kocsinkkal megyünk. És szerintem elmegyünk a Mr. Chinese People-höz. Úgyhogy azt nem tudom, hogy a páncélunkat lelőtték-e, úgyhogy szerintem kanyarodok egyet a ammunition felé, mert inkább legyen rajtunk a páncélunk, mint hogy ne. Nem tart sem eddig venni egyet. Így is van, nem volt rajtunk. Igen, amíg bal oldalt a kis kék csík ugye látszódik, az az armor. Na gyerünk. Egyébként ugye tart a nyereményjátékunk, feliratkozók között vasárnap ki fogunk sorsolni egy rásztot, egy Steam kulcsot. Úgyhogy aki szeretne részt venni, az iratkozzon fel a csatornára. Na, azt a kutyát nem akartam elcsapni. És részt vehet a nyereményjátékban. Egy jó kis rasztot lehet majd nyerni. Na, itt is vagyunk a kocsmánál. Let's head outside and talk terms. La 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 la. Right in. Gentlemen, I think I have proved that my organization can handle weight. And I think I've proved that my organization is a reliable supplier. In short, it's you and me. Now give me some of that goddamn axe. I'm afraid we want to go down a different path. We want to explore
other opportunities. Shut the fuck up! Our boss, Mr. Chang's father, wants something a little larger. We want to move drugs, perhaps guns. This is my life's work. I mean, since I was a little kid, I dreamt big. You know, I've always wanted to... Ilyen dumákat lenyom. Weapons trader. All right, so I'm begging you. Let's make this happen. I'm very sorry. You're sorry? You're fucking sorry? I just spilled my fucking guts out to you, and you say to me you're sorry. Who are you working with? Hmm? Who? I'm not at liberty to say. Oh, no, no, no. You're at fucking liberty. In fact, I'd say you are... Who? Fucking who? Who? The O'Neill brothers. The O'Neill brothers, huh? Yeah. You shitting me? No. Because those fucking O'Neill brothers, I hear a little birdie telling me that they have a bit of a problem, since one of them's gonna have to be surgically removed from the skull of the other. Fuck you guys and fuck them! Na, kicsit fölbasztak minket. Gondolom, megint megyünk valahova gyilkolászni. Mondjuk fegyverünk van, van páncélunk is, úgyhogy elvég nagy baj nem érhet minket, legalábbis remélem. Mondjuk azért így, hogy egyszemélyes hadsereg vagyunk, így az elég szar, mert azért egyedül könnyen szitává lőnek minket. Na, közben telefon is. Fella. Ernie, Earl, Walton, Wynn, Dale, Doyle, Daryl, Dan, all of us. Vannak jó páran. I'm on the way to your lab and we're gonna see how much of a family myth business you got when I'm done. They're dead, all of them, inbred hillbilly twats. Make a few sacrifices, including long-term friendships. Na, itt meg hova kell mennünk? Na, fel kell menni a hegyre. Csí, jó sokan vannak. Azt a mindenit. Azt a kurva mennyien vannak. Get down to the meth lab to protect it. I hope he don't get through these idiots, but we know they're idiots. Come on, let's go see them Chinese fellas. Legalább páron elmennek. You got you inbred freaks. I don't know how I'm gonna do it, but I'll kill the lot of you and I'll torch your cookhouse. Na, egyelőre jók vagyunk. Na, ennyien voltak, nincs is több. Innen sokat nem látok mást, úgyhogy szerintem közelebb mehetünk.
Ahogy nézem, ennyi volt. Ajja, itt vannak. Na, olyan sokan nincsenek. Na, hova kell itt menni? Ez egy főkelmeletre. Hát itt nincs semmi. Hát ez a helyzet, hogy én itt vagyok, de... Lehet, hogy valami pince lesz ez itt, vagy én nem tudom. Azt mondja, hogy a metlabot pusztítsuk el, de hát hol a metlab? Igen, eredeti Steam-es a GTA-m, úgyhogy szombatonként tudunk is majd együtt online-ba nyomulni egy kicsit. Az a kérdés, hogy hol a picsában van a metlab. Sárga kanapé mögött. Ja, itt van, jó, béna vagyok. Na, így van, egyébként ott volt, csak nem figyeltem, volt egy lejáró. Na, szépen felgyújtjuk az egész kódszerelt. Ja, nem vittem még végig, úgyhogy... Úgyhogy első végigjátszás, szóval nem tudom, hogy mi hol van, úgyhogy... Lehet, hogy keresgetnem kell sajnos. Na, nézzük! Elvileg mindjárt felgyújtjuk, és akkor... Itt már nem fognak többet metet csinálni.
Na, így van, meglőttük a üzemanyagot, és szépen fölrobban mindjárt az egész. Hű, de kemények vagyunk. Ugye robbanásnak háttal állunk, akkor nem hat ránk. Hát, szerintem kurva jók vagyunk. Na, azt mondja, pucoljunk innen. Hát akkor pucoljunk. Hát igen, az... Ez így igaz. De hát ez csak egy játék, úgyhogy... Na. Mission Pass. Jól van, nagyon jó. Na most viszont... Hogy a konkurenciát kiiktattuk, megyünk és mentünk egyet, mert lassan lejár az időnk. Úgyhogy már nem sok van hátra a streamből. Holnap egyébként a Minecraftot fogjuk folytatni 6-tól, úgyhogy Minecraftozás lesz. Szia Péter! Hát GTA-ztunk, visszük a végigjátszást, úgyhogy 10-valahány százalékig föltornáztuk most már. Nem is tudom, vagy 5-6-8 küldetést megcsináltunk, átjöttünk Trevorhoz, most már itt küldizünk. Leparkoltunk. Kicsit szétcsesztük a kerítést, de hát... Na, ez meg elfut. Persze nem foglak megütni, pasz. You said you were gonna find fucking Michael Townley. There's two Michael Townleys living in LS. One is 83 and the other one is at kindergarten. I asked a teacher to put him on the phone just to be safe, but she threatened to call the cops. I ain't no molester, Trevor. Shut up before I molest you, all right? I look through the phone directory. I did find a Michael DeSanta, about the right age, married with two kids. What's his wife's name? Amanda. Amanda? Yeah. You're a genius, you moron. Come on, come here. Na, akkor csak megtalálta. Azaz, még egyet. Szia, Sliders, jó estét. CEO of Trevor Phillips. Trevor Phillips Enterprise. Na, akkor ők is jönnek a városba. De még előtte itt mentünk egyet, mert elindulunk. Rendben, köszönöm szépen a like-ot, Sliders. Itt gyorsan fölhíleljük magunkat, azaz. Ezekre a kis zöld hílelő cuccokra figyelni kell, mert... Viszont ugye armorunk megint nincs. Na! És miért nem enged menteni? Most el kell oda mennünk? Jó, menjünk. Az igen szép ilyen villámlik.
Most akkor elviszik addig, ameddig tudunk majd újra menteni, mert nem akarom, hogy a mentésünk elveszen, aztán újra kelljen itt valamit csinálni. Lehet, hogy egy kicsit túllógunk a két órán. Az igen, hogy csúszik az út. Az virág vagy süti. Az igen. Szia Feri! Nem, ma nem lesz. Szombat este lesz a... Szombat este lesz a GTA nézőkkel, GTA Online. Ennyi motoros, mint a világon nincs, amennyit itt lelőjünk. Elvileg kifogytak jól. És most ide hova rakjak bombát, vagy hogy gondolta ezt? Ja, így. Na, egy. Találkozó? Milyen találkozóra gondolsz? Lazán rádobtuk. Szia Dragon, jó estét! Na, rakjuk fel az utolsó bombát is. Elviszik ezt a tragacsot. Így is van. Jó, fölrobbantottunk mindent. Hát találkozó, így most kifejezetten találkozó nem lesz. Hát olyan lesz majd, hogy ha egyszer valamikor úgy összejön minden, akkor... Szia Pro Gaming! Hát most már nagyon a végére értetek ide, srácok, mert körülbelül még ezt a küldetés befejezzük, elmentjük, és körülbelül ennyi volt mára. Na, egyébként találkozó maximum úgy lesz, hogyha lesz ilyen play it, vagy valamilyen, egy tudom én, megmozdulás, vagy ilyen nagyobb jambori, akkor
itt Pest környékén, vagy Pesten, akkor lehet, hogy ha ráérek, akkor ki tudok menni, és akkor maximum ott tudunk találkozni, tehát de ilyen külön találkozót nem hiszem, hogy egyelőre csinálnánk. De hát majd meglátjuk, hogy nyáron ugye hogy lesznek a programok, hogy milyen játékkiállítás, vagy ilyen play-szerűségek lesznek, ahova ki lehet menni, aztán majd meglátjuk, hogy én is hogy érek rá, ti is hogy értek rá, és akkor majd Aprilia robogón van, 50 köbcentis, hát végül is nevezhetjük segédmotorkerékpárnak, de nagy motorom nincsen, mert nem szeretném magam összetörni, úgyhogy meg engem se törjenek össze. Úgyhogy azért nem is veszek nagy motort, mert nem akarok nagy motorral balesetet szenvedni. Bár kis motorra is lehet nagyot esni, tudom, de hát azért abból lehet, hogy fölállunk a nagy motorra, valami történik, ott nem biztos, úgyhogy kis robogó nekem elég, azzal el szoktam ide-oda motorozgatni, aztán annyi. Jó, messzire megyünk. Amúgy közben gyorsan még elmondom, hogy aki nem iratkozott volna föl, az iratkozzon föl, és a vasárnapi nyeremény játékban tud nyerni ő is egy Rustot, indul a többiekkel, úgyhogy érdemes feliratkozni a csatornára. Egyébként még terveim között az is szerepel, hogy majd csinálunk ilyen hosszabb live-okat, vagy hát úgy végül is, hogy ilyen két órás live-ok lesznek, lesz köztük egy kis szünet, de mondjuk 4 vagy 6 órásat, vagy esetleg 8-at, majd meglátjuk. Ugye főleg inkább ilyen hétvégén, és akkor majdnem egész nap online-ok leszünk, és akkor játszunk majd mindenféle játékokkal. Úgyhogy majd ilyet is szeretnék. És a 24 órásat egyelőre nem igazán, mert az elég sok, de majd csinálunk hosszabbat is. Na, megjöttünk. For you, you weren't even fucking dead. You were my best friend. Well, guess who's coming to shit on your doorstep, you fuck. Cousin Floyd gonna live here. Na, és most? Még el kell menni oda is. Jó, hogy ilyen lassú szarautót hoztunk. Sportautóval kellett volna jönnünk. Jó, rendben, köszönöm szépen. Köszönöm a feliratkozásért. Én nem tudom, most nem nagyon volt, lehet, hogy bekrepált a feliratkozásos dolog, nem tudom. Elvég mennie kell. Ja, nincsen modi felvétel.
végre legalább ezzel is visszajöttünk a városba, nem ott kint a sivatagba rohangálunk, ahol nincsen semmi. Egyébként, igen, most vagy úgy volt feliratkozás, hogy nem publikus, és ezért nem írta ki, vagy nem működik a feliratkozást kijelző kis progi, de hát akkor elnézést, azt nem tudom, hogy mi történt vele. Amíg ez sem a legjobb környék itt, ahogy nézem, de... És jobb, mint a... Mindjárt nyomok egy tesztet. Gyorsan. Elvileg kiírja, tehát aki feliratkozott, az nem publikusban tette. Úgyhogy azért nem jelzi akkor ki. Tehát volt feliratkozónk, csak nem publikus feliratkozás volt. Na hova? Menjünk fölfele. Tehát ugye akkor jelzi ki, hogyha publikusan iratkozik föl valaki. És a játékban is ugye azért úgy lehet részt venni, hogy tudjuk, hogy ki az, akinek oda kell adni a kulcsot. You gotta go, both of you. My girlfriend, she'd kill me if she knew I had guests. That's not much of a girl. Jó van. De elvileg működnie kell, mert a teszt az ment, tehát. Wait, I ain't got no booze. Then you go out and fucking get me something. You go too. Na, itt lehet menteni. Jó lenne. Igen, safe house. Jó van, nagyon jó. Akkor megérkeztünk ezzel a pöccsel a városba. Nézzük, hol az ágy. De adnia kell, csak annyi az egész, hogy publikusnak kell lenni a feliratkozásnak. Hát eddig ment, tehát és a tesztet is, amit benyomtam, működött. Tehát mennie kéne. Ez nem az. Na, itt tudunk menteni jól. Szia András, jó estét! Na, checklist 14, hát akkor 14%-ig sikerült most fölvinnünk. Haladunk, az a lényeg. Egyébként ránézek még az alert boxra, de... De
de jó a dashboard. Megint azt írja, hogy Alpár Izidor Kunta Kinte 34 perce feliratkozott. És itt az alert, mondjuk ezt az alertet szerintem ti nem látjátok, csak nekem rakja ki ide. Úgyhogy... De nem ti is látjátok. Jól van. Tehát elvileg működik. Szóval működnie kell a feliratkozásnak. Pedig láttam, most már még több a feliratkozott, és már 195-öt ír. Hát nem tudom. Akkor tényleg, hogy vagy nem volt publikus, vagy elveszett az éterben a jel, nem tudom. De lassan, hogy tényleg meg lesz a 200 feliratkozó, ennek örülök. Köszönöm szépen mindenkinek. Na, egyelőre nem kell modi, úgyhogy... Na, viszont kicsit túlléptük a 2 órát, úgyhogy most egyelőre ennyi, bár végül is meg 8 óra van. Kicsit hamarabb kezdtünk ma, mindegy. Na, hát köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt ma, és feliratkozott. A lájkokat is köszönöm. Ugye vasárnap lesz a nyereményjátékunk, tehát a feliratkozók között ki fogjuk sorsolni a Rustot, a Tyr és a Nightbot. Úgyhogy legyetek majd itt vasárnap este 6-tól 8-ig. Holnap Minecraftot fogunk... Lehet, hogy lesz feliratkozó, 200 feliratkozó, nem adi osztás, meglátjuk majd. Egyébként az csak Haló írta be, úgyhogy, de lehetséges. Na, tehát, de ha minden 100-nál adnánk modit, ugye, akkor 1000-nél már mondjuk 10 modi lenne, annyi meg nem kell. Na, tehát holnap akkor Minecraft-tal fogjuk folytatni, rendesen működik most már a modpack, mert megcsináltam a config file-t, úgyhogy tudjuk a aranyalmát csinálni, és akkor ezt pedig hát legközelebb majd folytatjuk, úgyhogy Minecraft után meg a Farming Simulátort, abban is kezdünk jól állni, úgyhogy minden megy faszán. No, tehát akkor köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és akkor holnap 6-tól 8-ig találkozunk. Sziasztok!